Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Ezt kicsit lejavítom, hogy ne világítson úgy a szemetekbe a lámpám. Hogy kell lámpa. Még kevésbé világít a szemetekbe. Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Szerda esténként kitaláltam, hogy élőadást indítok, és nektek mindig az aktuális hét témájában, és ezen a héten az Energetic Blueprint az, amivel dolgozunk, és számomra az egyik legizgalmasabb a blueprintek közül. Ezt is kinyitom így. Egyszerűen azért, nem azért, mert nekem az Energetic Blueprint volt az, ami így az orgazmusokhoz megteremtette az utat, vagy a hozzáférést, és nem csak az orgazmusokhoz, de a multiorgazmusokhoz is, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Nagyon sokáig nem tudtam, hogy mi az Energetic Blueprint, személy szerint nekem a tantrával sok rossz tapasztalatom volt régebben, most arra azért ez változott, de nem igazán volt az az irány, amivel azt mondtam, hogy én most így elmennék kiteljesedni. És nem éreztem hívást arra. Most már érzek más, megvan a szempontjaim, hogy mi alapján mennék, vagy keresgélnék ezen a fronton. És számomra egészen megdöbbentő, hogy az Energetic játékai és lehetőségei milyen izgalmasak. És pont ezért lett az a címe ennek a mai videónak, hogy hogyan érintsd magad úgy, hogy egyébként magadhoz érnél, anélkül, hogy magadhoz érnél, mert hogy ez abszolút lehetséges. Lehetséges orgazmusokat átélni, anélkül, hogy magadhoz érnél. Saját magadnak is adhatsz orgazmusokat, de a partnerednek is, persze mindez energetikai nyitottságnak a kérdése is, ami meg egy fejleszthető dolog. Tehát, hogy kicsit érdemes úgy gondolni az Energetic Blueprintre, meg az energetikai orgazmusokra, hogy minthogyha edzenél, minthogyha edzőterembe járnál, és lehet, hogy először nem érzel annyira sokat, vagy nem érzed azt, hogy ez annyira erős lenne, de ez idővel növekszik, hogyha gyakorolod, és így kiterjeszted, és rengeteg sok dolog lehetővé válik, amikre máshogy nem is gondolnál. Lehet, hogy láttál már olyan videókat a YouTube-on, vagy olyan embereket, akik így hozzá sem értek a másikhoz, vagy hozzájuk sem értek, néha hozzájuk értek, csak így nagyon finoman, és így elkezdtek rászkódni. Meg esetleg egész nagy ilyen amplitúdóban. Ez annak, aki nem élt át még soha ilyet, egy tökre humbugnak tűnik, minthogyha ez csak valaki megjátszana. És persze meg is lehet játszani, de meg is lehet élni, az esetek nagy részében meg is lehet élni. És nagyon fura érzés, amikor a tested teljesen tőled függetlenül csinál dolgokat, fetreng az ágyon, és összehúzódik, és rászkódik, és így tovább. Ez egy egész másfajta érzés vagy érzékelés ilyen szempontból. Persze az energetik nem csak az energetikai orgazmusokat jelenti, egy csomó mindent jelent, mégis csomó mindent lehet neki köszönni. Írtam is egy picit többet, egy részletesebben erről a csoportnak, a közösségnek az oldalán. Egy picit azért így összefoglalnám itt is. Az energetikai blueprint, energetic blueprint, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érzékeny. Annyira érzékeny, hogy sokszor még érintésre sincs szüksége ahhoz, hogy így érezze, hogy mi történik a másik emberben, vagy akár körülötte. És pontosan tudja, hogy valami okés vagy nem, a másik jelen van-e vagy nem. Nagyon gyakran előfordul, hogy valamilyen olyan trauma volt a múltjában, ami miatt ő kifejlesztette ezt az érzékelést, szüksége volt rá, hogy tudja, hogy mi folyik, hogy megvédhesse magát. És pont amiatt, hogy az energetikai blueprint nagyon érzékeny, nagyon könnyen ki is tud szállni a testéből, és ott sincs egy pillanat alatt, mert túlságosan sok, és túlságosan intenzív, ami történik. Nagyon sok olyan
nővel találkoztam, főleg orgazmus problémáknál, aki energetik, és azzal próbálkoznak, hogy erősebb és intenzívebb ingereket és élményeket kapjon, és pont azt érik el vele, hogy egyre távolabb és távolabb és távolabb kerül a gyönyörtől, és attól, hogy a testében legyen, ahelyett, hogy egy ilyen hívást érezne, egy ilyen mágnest. Tényleg olyan egyébként sokszor az energetic blueprintnek, mint hogyha egy ilyen mágnes lenne így kívül, és amikor az energetic így az ereje teljében van, és boldog, akkor így menne. Így ő menne ehhez a mágneshez, és így érzi ezt a húzó erőt, és mintha kitágulna a testéből, és elkezdeni beolvasztani, körbeölelni mindazt, ami így benne van. Persze éppen ezért azért a legtöbb energetic blueprintű, akit ismerek, eléggé spirituális, de egyébként nem feltétlenül kell, hogy spirituális legyen, vagy hogy ez így legyen. És nagyon érdekes módon ezt az iskolában, ahol tanultam, így a főoktatóm, Jaya, ő azért így mostanra már több ezer ember testét térképezte így fel, állapított meg blueprinteket. Ő azt mondta, hogy a legtöbb aszexuálisról is, akikkel ő dolgozott, kiderült, hogy igazából nem aszexuálisak, egyszerűen erős energetic blueprintbe tartoznak, csak soha senki nem közelítette meg őket úgy, ahogy az energetic blueprintnek jó lesne, és éppen ezért így teljesen elvágták magukat attól, hogy a testükben mi történik. Ez is egy nagyon érdekes része így ennek, az energetic blueprintnek. Hogyha szereted a vágyakozást, a várakozást, azt a pillanatot, amikor még így a másik nem ért hozzád, húzni egymást, mielőtt még egyáltalán találkoznánk, és ennek az izgalma így átjárja a testedet, és így, így azt érzed, hogy pezseg a véred, és mindened él, és boldog vagy, akkor elég valószínű, hogy azért elég sok benned az energetic blueprint. Ugyanakkor az energeticnek szüksége van arra, hogy tudja, hogy biztonságban van, nagyon nagy szüksége van rá. Pontosan azért, mert ő is ilyen készültségben tud lenni, ez az egyik fele. A másik fele meg az, hogy az energeticnek egy energetik nagyon szeret összeolvadni a másikkal. És baromira nem mindegy, hogy kivel olvad össze. Mert amikor teljesen nyitott, akkor így a határainak nem feltétlenül van mindig a tudatában. Tehát azért ez egy kihívás. És ez ennek később, főleg az ismerkedésnél, meg a kezdeményezésnél legérdekes jelentősége van, amikor szeretnéd azt megtudni, hogy így, ha a párom vagy a partnerem ez vagy az vagy amaz, akkor én hogy tudok úgy közeledni hozzá, hogy ez neki valóban tényleg jó és működik, és hogy tudom boldoggá tenni. Ahelyett, hogy onnan jövök, hogy hát biztos ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt kell csinálni. Az energetik érezni fogja, hogy van-e tere. Ha nagy szabadságra van szüksége, ha így rámászol, ha túl közel vagy hozzá, akkor így teljesen lecsapódik. Nagyon sok energeticnek van sexual partnere, nagyon gyakori, hogy úgy választunk partnert, hogy komplementer blueprintje legyen, sokkal ritkább, hogy nagyon hasonló a másik partner blueprintje. És hogy például egy energetic sexual kapcsolatban az, hogy így az energetic rohan, a sexual meg így próbálja követni, még nem is, és így fogócskáznak, és próbálja az energetic elkerülni a találkozást, ez elég gyakori. És már érzi az energetic, hogy így a másiknak van valami szándéka velem. Ettől most tökre úgy tűnik, mintha reménytelen lenne, és nem lehetne velem itt kezdeni, nagyon is lehet, és nagyon könnyen lehet. Minél több az akadály, minél inkább a vágyát fel tudod kelteni, anélkül ezt mindezt tisztelettel, kíváncsisággal, és megadva a távolságot neki, akkor így az energetik kinyílik, és boldog, és lebeg, és így tovább. Két nagyon emlékezetes energetik élményem is van. Az egyik egy olyan együttlét egy sráccal, ahol megbeszéltük, hogy így nem lesz közösülés így az egész, mert ő nem is akart semmi mást, mint nekem adni. És az energetic részem akkor különösen így erős volt, és arra vágytam, hogy így valaki csak ilyen nagyon finoman érjen hozzám. Tényleg, nekem egyébként is mindig is ez, bocsánat, hogy ilyenkor elkezdek rá reagálni, mindig is ez volt a gyengém, az a fajta érintés, amiben így a
az új, az éppen úgy csak a bőrhöz ér, vagy a bőrhöz se. Én nagyon szeretem ennek a távolságát is megélni. És ez egy ilyen elég hosszú, legalább egy órás, egész testes olyan simogatás volt, amiben ő alig ért a testemhez, és ennél több nem történt, és mégis az egyik csúcsélményem, én ott lebegtem. Szuper nyitottan, szuper könnyen, végre semminek nem volt súlya, és semmi nem nehezett rám, és így boldog lehettem, és egyszerűen csak ebbe a flow-ba áramolhattam, és valaki ehhez nekem tartott teret, és adott is táplált így. Ez egy csodálatos, tiszta élményem. A másik nagyon erős energetik élményem egy orgazmus meditációs, ilyen páros, siklósimogatós gyakorlat után történt, amikor még így ott maradtam, és mondtam, hogy én még szeretnék játékot, simogatást, stb. És kértem a partneremet, hogy azzal játszon, hogy mondjuk így ez így a puncim, hogy nem ér a puncimhoz, hanem csak így a távolságokkal játszik így a puncim és a kezek között. Nagyon erős, nagyon tiszta, nagyon stabil jelenléte volt, és ahogy ugye elkezdett játszani, én azt éreztem, hogy mindjárt sírni fogok. És sírós, spriccelős orgazmusom lett, nem tudom, annyira gyönyörű, és tápláló, és megnyitó, és elengedő élményem, anélkül, hogy egyáltalán valaki hozzám ért volna. És ez az, amit így a tudomány tudja már, hogy létezik energia, hogy a testnek van energiája, hogy van mágnesességünk, hogy hatunk egymásra. Tehát most azért ezt a részét már tudjuk a dolgoknak, de az, hogy így, hogy miért reagálunk így, hogy ez tényleg létezik-e, annak nehéz elképzelni, aki ezt még nem próbálta. És a mai alkalomnak egyébként is az a célja, hogy egy picit ebben segítsen, adjon, támogasson. Hogyan tudod az érintés nélkül, csak az energiákkal játszva, így a gyönyört magadban, vagy akár a partneredben jobban felébreszteni. És ahogy mondtam, ez egy edzés, gondolj rá úgy, hogy edzés, és attól, hogy most még nem érzel sokat, vagy nem érzel semmit, még nem azt jelenti, hogy később nem fogsz. Na most, ami még szintén fontos így ebből a szempontból, hogy amikor azt mondom, hogy szexuális energia, akkor nagyon sokszor arra a szexuális blueprinthez tartozó energiára gondolunk, amit mi a szexel azonosítunk. Az energetik tud játszani ezeknél az energiaminőségekkel. Tehát nem csak egy ilyen orgazmikus, forró, szenvedélyes szexuális energiát tudsz adni így az energiaszinten, hanem tudsz adni nagyon szeretetteli, puha, hálás, ölelő energiát, tudod adni a nyári zivatar energiáját, hogyha éppen arról van szó, vagy egy hamburger energiáját, és ezzel lehet játszani, igen, és ha valaki érzékeny rá, akkor egészen elképesztő dolgokat lehet vele csinálni. Szóval, mutatok nektek egy-két dolgot. Az egyik legalapvetőbb, a kezeden tök jól el tudod kezdeni gyakorolni, hogy a kezedet először, mondjuk kezdheted ilyen magasságba, a másik fölé helyezed, és elkezded akár csukott, akár nyitott szemmel, igazából attól függ, hogy tudsz jobban koncentrálni, ismerek olyanokat, akik jobban tudnak koncentrálni nyitott szemmel. Szóval, amelyik neked izgalmasabb és érdekesebb, azt használd, és kezd el érezni, hogy milyen a két kezed között a kapcsolódás van-e. Milyen érzés. És játsz az energiával. Én nagyon szeretem ezt a föllehúzogatást, mert nekem ilyenkor sokkal erőteljesebbé és nyilvánvalóbbá válik az energia kapcsolódás, maga az érzés. A tenyerem bizseg, amely ki van nyitva, de sokkal intenzívebben érzem ebben az adó. Adónak tűnik, de igazából nem mondanám, hogy adó ebben a kezemben az energiát. És tudok közelebb, és közelebb, és közelebb jönni. Egészen addig, amíg már tényleg így ez így most már majdnem odaér a kezem, egészen ideig, és aztán hagyd magadnak így, hogy ez az energia így lecsapódjon, lezáruljon, és figyeld meg, hogy mi a különbség. Nekem
ez a távolság sokszor jobban esik, ez is egy ilyen nagyon energetik dolog, mint ez a távolság. Tehát azt gondolnád, hogy minél közelebb van a kéz a testhez, annál erősebb lesz ez az energetikai kapcsolódás, de ez nem feltétlenül van így. És attól, hogy most éppen ebben a pillanatban ez a távolság, lehet, hogy holnap ez a távolság, és így jól, hónap után meg ez. Tehát, hogy ez egy ilyen változó dolog lehet szintén. Nagyon-nagyon jó, érdemes gyakorolni így is. Elkezdeni érezni. És amikor azt mondom, hogy érezni, azért mondom, hogy nem feltétlenül a puncit vagy a farkat fog bizsaregni attól, hogy ezt te átérzed, hanem lehet, hogy egyszerűen csak a tenyeredben érzel egyfajta erőt, melegséget, amit eddig nem éreztél. Vagy lehet, hogy a kezedben ugyanúgy tudod érezni ezt az erőt, ezt a finom, ezt a vonzást. És ezzel tudsz játszani. Másik nagyon jó lehet, amikor megdörzsölöd a kezed, megdörzsölöd, és közel állítod egymáshoz, és így hadod, hogy a két energia így elkezdően hatni egymásra. És játszhat, ha van kedved, vagy ha tudsz és érzed azzal, hogy esetleg az egyik kezed ad, a másik befogadja az energiát, hogy az milyen, és aztán csere. A másik kezed ad, és az előző kezed fogadja be az energiát. És érezni fogod, hogy van különbség a kettő érzet között. Azért is szeretem ezt a gyakorlatot, mert az adó és a befogadó részt is tudod vele növelni, és bejáratod, mondhatjuk így. Tehát mind a két irányra hat nagyon jól. Amúgy, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon is érdekes és jó lehetőség. Most pingpongozok. Nyugodj! Az energia ting-ting, ide-ide, innen-ide, ide-ide, így tud áramlani. Játsz ezzel. Tehát egy kicsit így felmelegítjük. És most képzeld el azt, hogy ez az energia gömb, vagy egy energiagömb van a két tenyered között, mind a kettő ad, és az energia itt van közöttük, és azt, hogy ez az energia így húzna téged magához, így húzna a két kezedet egyre közelebb és közelebb, de te nem hagyod, hogy menjen. Ez a fajta ellenállás, ez a fajta, a BDSM-nek egy kicsit nekem a 10 and denial-jére emlékeztet, ez a gyere, de én nem akarok, nem jövök még. Ez a faj, ennek a játékossága, ez, és aztán elengedni az energiát, és hagyni, hogy így kirobbanjon, vagy berobbanjon, egyszerűen így nagyon-nagyon izgalmas. Elképzelhető, hogy ettől a játéktól mondjuk így a puncit kezd el bizseregni, vagy összehúzódnak a medenceizmaid, vagy a farkad reagál rá. Abszolút elképzelhető. És az is lehet, hogy most még semmi ilyesmit nem érzel, tök jó. Gyakorold ezt is, ennek az érzetét, hogy így milyen. Ha akár van partnered, de ha egyedül vagy, akkor is van partnered, te vagy a saját partnered, úgyhogy és egyszerre érezheted, hogy milyen adni, és egyszerre érezheted, hogy milyen kapni, ha egyedül vagy, és egyedül gyakorolsz, és a lehető legautentikusabb visszajelzéseket is tudod magadnak adni. Nagyon izgalmas játszani a testeddel, és ezekkel az energiákkal, ugyanúgy, ahogy a kezünkkel, ugyanúgy végig lehet pásztázni akár az egész testedet. És vannak olyan részeid, amik sokkal érzékenyebbek erre az energetikai játékra, és vannak olyan részeid, amik kevésbé érzékenyek erre az energetikai játékra, tökre okés. Elképzelhető, hogy a jobb lábfejed például tökre energetic blueprintű, és így imádja, hogy így játszanak vele, a bal meg nem. Az mondjuk szexuál. És ő inkább azt szereti, hogyha szopogatják a lábujját, vagy a lábujjadat, és így tovább. Tehát ezek mind, amikor így a testedet feltérképezed, így ki tudnak derülni. És annyira egyszerű dolog, tehát ha belegondolsz, annyira egyszerű lenne, hogy így megismerni a testünket, feltérképezni, kíváncsiak lenni, kíváncsinak lenni,
tiszteletből és játékosságból és a megismerés vágyából jönni. És valahogy, és nem tanuljuk meg, hogy ezt hogy lehet. Azt gondoljuk, hogy a szexualitás az így kellene, hogy jöjjön, mert hogy mi így születtünk. Persze, most az teljesen mindegy, hogy így egyébként meg egész gyerekkorodban így azt hallod, hogy ez egy rossz dolog, de amikor majd oda jutsz, hogy most szexelned kellene, akkor annak már így kéne menni. Szerintem a szexuál, vagyis az energetic blueprintet például így nem nagyon tudod most így megtanulni, nem lát, nagyon kevés olyan pornót látsz, most már van YouTube, ahol ilyet láthatsz, aztán vagy elhiszed, hogy van ilyen, vagy nem. Most már vannak tantra tanfolyamok, ahol elkezdhetsz gyakorolni, de nem csak a tantra tanfolyamok segíthetnek egyébként az energetic blueprintednek a kinyílásában, de például egy reiki tanfolyam, vagy pránanadi, vagy bármelyik olyan tanfolyam, amelyik energiamozgással és mozgatással foglalkozik, az energetic blueprintedet ki tudja nyitni, akár adóként, akár befogadóként, tök jó gyakorlás. Mert ez is energia, az más tészta, hogy hagyhatod magadnak, hogy a szexualitásod kiteljesedjen általa. És lehet, hogy egy olyan élményed van, amiben csak lebegsz, és meg sem érintenek, vagy meg sem érinted magad, és gyönyörű, és tápláló, és neked így szexuális élmény. És az is lehet, hogy összekapcsolódik egy másik blueprinttel, és onnan, hogy ez a kapcsolódásod megvan, új ajtók nyílnak ki, mint ahogy mondtam, hogy nekem az energetik az ajtó az orgazmusaimhoz. Nem csak az energetikai orgazmusaimhoz, hanem a szexuális orgazmusaimhoz is. És hogyha ez a részem az energetik boldog, akkor kinyílik ez az ajtó. Ha az energetik részem nem boldog, ez az ajtó nem nyílik ki, és zárva tud maradni. Ebbe tartozik az, hogy érzem azt, hogy a partnerem szabadon hagy-e, van-e valamilyen elvárása, van-e benne vágy, és így tovább, és így tovább. És zárásul még egy izgalmas dolgot akartam nektek elmondani, amivel érdemes kísérletezni, hogy kicsit talán meg is mutatom. Szóval, attól, hogy mondjuk vulvád van, még lehet energetikai farkad, sőt, van energetikai farkad is, és lehet érezni. Ezzel ugyanúgy lehet játszani, mint hogyha a kezednél lenne, és elkezdheted így az energiával feltérképezni, megérinteni, vagy megérezni, hogy így mekkora, milyen az energiája. El tudod kezdeni azt szerint simogatni, hogy így mit érzel, mi esne jól az energetikai farkadnak. Ha férfiként is tudod az energetikai farkadat a farkad nélkül is simogatni, tehát hogy megnézheted azt, hogy így nyilván mi van akkor, hogyha a farkammal megyek, és hogy a farkam mennyire responszív, és mi van akkor, hogyha az energetikai farkam meg itt van előttem, de a kettő éppen aktuálisan abban a pillanatban nem egyezik. Van olyan férfi ismerősöm, aki az energetikai punciát szokta, így kifejezetten így a golyók részénél, és ott játszik vele, és elképzelje, hogy van egy puncia, és hogy azt simogatja vele. Van olyan, és aztán őtől hallottam, ez nagyon aranyos volt, hogy akár valakinek a szárnyát is lehet így simogatni igazából. Bármi, ami neked így aktuálisan jól esik, és felmerül, és izgalmas. Azt így érdemes kipróbálni, és akkor kiderül, hogy vannak olyan testrészeid, amik nem a testedben vannak, de éreznek, és szexuálisak, és tele vannak gyönyör potenciállal, és lehet velük játszani. Úgyhogy én biztatlak, hogy kísérletezz ezzel, és élvezd ki azt a sok-sok-sok adottságot, amit azért kaptál, hogy itt a Földön egy olyan mennyországot teremthess magadnak, és a partnerednek vagy partnereidnek, amiről sokan nem is álmodoztathattak régen, de legyél úttörő, és mutasd meg, hogy van ilyen, legyél úttörő, és legyél te az, aki el tud merülni a gyönyörben, és másoknak is tud segíteni abban, hogy elmerüljenek a gyönyörben, és boldogok legyenek, és egy olyan mennyországban élhessenek, ahol így a szexualitás érték is lehet játszani, és a gyönyör szabadság a végre mindenkinek elérhető. Örülök, hogy megnézted ezt a videót, feltöltöm majd a csoportba, úgyhogy írj bátran, hogyha valamilyen kérdésed van, és a csoportban meg tudod nézni akár majd még egyszer. Szia!